mondanod, hogy milyen hideg. Következőkben a Nemzetszínészére, a Kossuth és Jászai Mari Díjas Benedek Miklósra emlékezünk, aki elhunyt, Isten nyugasztalja, Hegedűs D. Gézsával. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, Kesszcsóka! Mert hogy a Víg Színház és társulata is egy nagyon fájdalommal teli posztban emlékezett Benedek Miklósra, annak ellenére, hogy végül is ő nem volt a Víg Színház társulatának a tagja. Amiről egyébként azt mondta, hogy ott lett volna a helye, és mennie kellett volna, amikor Várkonyi Zoltán hívta. Hogy mélyen alakult egyet értek ez a kapcsolat? Erre. Mélyen egyet értek ezzel a mondatával Miklósnak. Megrendített a távozása az élők sorából. Nagyon szerettem, nagyon szeretem. Még nem tudok csak múlt időben beszélni róla. Valóban több előadásban is vendégszerepelt a Víg Színházban. Ugyan más-más helyen volt elkötelezve, mint társulati tag, de a színház, ha olyan produkciót mutatott be, ahol az ő alakja, személyisége, egyedisége, különössége kikerülhetetlen volt, akkor természetesen arra a szerepre őt hívták meg. Így például nekem nagy szerencsém volt, hogy két remek műben is partnere lehettem Miklósnak. Egyik ilyen volt az Ibsennek a Nórája, amelyet több mint százszor játszottunk a Víg Színház színpadán. Ő játszott a Ránk doktort, és mélyen belém ivódott, még most is az a mondata mindig, amikor egy szilveszteri éjszakát együtt töltött Nóra, Ránk doktor és Torvald, Helmer Torvald, akit szerény személyem játszott abban a darabban, akkor mindig úgy búcsúzott, hogy visszafordult, és még rágyújtott egy szivarra, mielőtt kiment volna, és azt mondta Nórának, hogy köszönöm a tüzet. Ez egy kulcs és alapmondat, amiben minden benne van, az ő rejtett, mélyen őrzött, belül vulkánként fortyogó szerelme, amelyet az introvertált személyisége okán sohasem tudott föltárni, megmutatni, meg a barátja Torvald iránti tiszteletből sem. A másik darab, amiben játszhattam vele, ez Csehovnak a Ványa bácsia. Ott Szereb Jákob professzort játszotta, Gálfi Laci, egy másik vendég, Hámori Gabriella és szerény személyem társaságában egy zord, szobatudós, sikertelen szobatudós, aki betegségébe menekülve próbál zsarnoki módon uralkodni a családja felett, a felesége felett, aki egy gyönyörű fiatal nő, és tulajdonképpen ott is érzelmi, drámai viszonyban létezhettem abban a darabban is, ahogy a Nórában is, Miklóssal, mert elszerettem a feleségét, ezt a gyönyörű, fantasztikus hölgyet. Nagyon-nagyon egyedi, különös. Ugye ő 1946-ban született Miklós, és valahogy az ő élete egy olyan eltűnt világnak a, mégis a folytatása volt, amely már eltűnt a magyar valóságból. Ő ettől rosszul érezte magát? Tessék? Ő ettől rosszul érezte magát? Én nem tudom, hogy ettől rosszul érezte magát, de hordozója volt. Vagyis Márai Sándor írja azt a Hallgatni akartam című művében, amikor megtörténik az Anschluss, tulajdonképpen a Hitler bevonul Bécsbe, azt mondja, és ebben a pillanatban kezdett elpusztulni a magyar műveltségnek az az utolsó kádere, amely a török uralom óta építette, eltartotta a magyar műveltséget. Nem sejtettem, hogy eltűnik a magyar polgárság.
ha így most megképezve előttünk Miklós alakját, ha valaki reprezentálta a magyar polgárt kívül belül, tartásában, eleganciájában, műveltségében, stílusában, öltözködésében, minden ízében ő maga volt a polgár. A polgár, aki tulajdonképpen eszenciája mindannak, ami a modern emberi létezésünkben a méltóságot, a szabadságot, a szabad gondolkodást, a korlátok nélküli, a tehetség korlátok nélküli kiteljesedését reprezentálja. Szép ember volt, vonzó ember, volt benne valami mélységes szomorúság, talán éppen ennek az eltűnt világnak a hordozójaként is. Ha a repertoárt, azokat a fantasztikus szerepeket, amelyeket végigjátszott a pályáján, végignézi az ember, nem is tud más alakokkal találkozni, mint arisztokratákkal, püspökökkel, polgári attitűdű értelmiségi személyekkel, tanár, rektor, nem tudom én, mérnök, lecsúszott valamilyen értelmiségi, hihetetlen humora volt, fanyar humora, nagyon nagy műveltsége. Amellett nagyon szerette a rendezéseiben, őt, amikor rendezői státuszban volt egy-egy előadás létrehozásában a kollégák, mert nagyon szerette a színészeket, nagyon értett a színészekhez, analitikus módon nagyon pontosan tudott szerepet elemezni, hihetetlen stílusérzéke volt, egy bizonyos színháztörténeti, drámatörténeti korszaknak az egyik legnagyobb ismerője volt. Nem véletlen ez az úgynevezett polgári drámai korszak. Ebből is kiemelkedik Szép Ernő, akit szerintem nála kevesen ismertek. Géza, örülök, hatalmas hogy színész volt, ezt a hatalmas művész. Elemet. Hallgatnálak én még. Nagyon köszönöm. Emlékezni. Igen, abszolút méltóan. Köszönjük. Köszönöm szépen.